Önök hamarosan a Halas Televízió hírműsorát látják. Tartsanak velünk! Ünnepeljük együtt a városnapját. Legyen ön is részese dr. Benkő Tibor díszpolgárra avatásának a Torma Múzeumban május 3-án, pénteken 14 órakor. Május 4-én szombaton 12 óra 30-kor fogadjuk közösen a 4. Szabadka Kiskunhalas kerékpáros, motoros és veterán autós túra résztvevőit a Hősök ligetében. Május 5-én vasárnap a kiskunhalasi fúvós zenekari találkozón a város több pontján térzene lesz hallható. 15 órakor a főtéren felvonulnak a zenekarok. További információ a plakátokon. Benkő Tibor honvédelmi miniszter Halas új díszpolgára a testületi díszülésen ünnepélyes keretek között adták át az elismerést. Az agrárminiszter János Halmán tartott fórumot, Nagy István többek között beszélt az aszálykárok enyhítéséről. Próbálják kihasználni a sok napsütést, az ország egyik legnagyobb naperőmű parkja épülhet Halas határában. Mozgalmas lesz a hétvége, borudvar, tűzoltó maján is kerékpáros veterán járműves túra és fúvózenekari találkozó házigazdája a város. Köszöntöm Önöket, péntek este van, és most is elhoztuk Önöknek a legfrissebb helyi híreket. Ünnepélyes keretek között kezdődött meg ma délelőtt 9 órakor Halason a városnapja. A himnusz hangjaira vonták fel a nemzeti lobogót az országzászló emlékműnél. A zászló felvonásnál halasi fúvósok és a lovasbandérium tagjai mellett a kronaki várőrök közreműködtek, ezzel még különlegesebbé téve az eseményt. A városnapjának nyitó programján a városvezetők, a képviselők és intézményvezetők, valamint a különböző szervezetek képviselői mellett jelen voltak a kronaki és a sepsi-szentgyörgyi delegációk is. Délutánra pedig már Szabadkáról és Magyarkanizsáról is megérkeztek a vendégek. A városnapja az ünneplés és a programok látogatása mellett alkalmat ad a partnervárosi kapcsolatok további erősítésére is. A városnapjának fő eseménye a testületi díszülés volt. Az ünnepségen adták át a díszpolgári címet Benkő Tibor honvédelmi miniszternek, akinek Halason indult a katonai pályafutása, és noha már rég bezárt a tüzérlaktanya, továbbra is tartja a kapcsolatot a várossal. Ünnepélyes pillanatok a Torma János Múzeumban. Testületi díszüléssel tisztelgett Halas a városnapja előtt. Bányai Gábor országgyűlési képviselő köszöntő beszédében a történelmi örökségre, így a jászok és kunok példás összefogására, a redemcióra, vagyis a régi kiváltságjogok visszaváltására emlékezett, melyet 1745. május 6-án írt alá Mária Terézia. Büszkeség napja, a városnapja, a redemció önmegváltás napja legyen mindünk számára szép emléketetes, és erősítsen bennünket abban, hogy Halasnak lenni nagyon jó dolog, és nagy jövő áll az, aki ezt komolyan veszi, és tesz ezért a városért, Kiskunhalasért. Fülöp Róbert polgármester többek között arról beszélt, hogy eredményeket hoz a kitartó munka, mindezt egy kisfilm összeállítás is illusztrálta. Látom értelmét és komoly eredményét testületünk elhivatott munkájának, amit közel 5 éve kezdtünk el így együtt. Nem csak a képviselő testülettel, hanem a hivatallal, az intézményeinkkel, az egyházakkal, a civil szervezetekkel, vagyis közel 30 ezer kiskunhalasi lakossal működünk együtt. Ám ha a járási központi szerepünket is figyelembe veszem, akkor majd 100 ezer polgártársunkkal vagyunk kapcsolatban az élet valamely területén. Megfeszített munkánk most látványos eredményeket hozott, ami büszkeséggel, de nem elégedettséggel tölt el. A számvetés arra ösztönöz, hogy még többet és még jobban dolgozzunk a városunk fejlődése érdekében, mert a befektetett munka látható eredményeket hoz. Az ünnepségen került sor a díszpolgári cím átadására. Idén dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszternek adományozták az elismerést. A díjazottat Farkas Dániel alpolgármester méltatta. Benkő Tibor 16 évet töltött Halason a Gábor Áron páncéltörő tűzérezrednél, és sokat tett a városért. Az elismerő díszoklevelet, a halasi csipkét és az arany pecsétgyűrűt Fülöp Róbert polgármester adta át a miniszternek.
Benkő Tibor megtiszteltetésként fogadta az elismerést. Nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki úgy gondolta, úgy érzi, úgy szavazott, hogy ezt a címet számomra odaítélték. 16 évet töltöttem el Kiskunhalason, szép emlékekkel, mondhatom azt is, hogy szép eredményekkel, hiszen mindvégig olyan munkatársak vettek körül, akiknek a munkája révén lehetett érvényesülni. Tehát összességében csak azt tudom mondani, hogy köszönet a kiskunhalasiaknak, Kiskunhalas város polgárainak, köszönet a vezetésnek, köszönet a volt munkatársaknak, és ahogy említettem, köszönet a családnak is, hiszen ahhoz, hogy egy ember sikeres és eredményes legyen az életben, ahhoz nagyon fontos a családi háttér is. A miniszter a családja révén folyamatosan kapcsolatban áll a várossal, de korábbi kollégáival is jó viszonyt tápol, illetve figyeli és segíti a város törekvéseit, például a katonai hagyományőrzés, a tartalékosok vagy a tervezett kadétképzés kapcsán. Mint mondta, a honvédség számít a halasiakra. Kiskunhalason is rendkívül sok elkötelezett fiatal van, akik szeretnék megtalálni számításaikat a Magyar Honvédség kötelékében. Mi pedig úgy gondoljuk, hogy a Magyar Honvédség nagyon nagy lehetőséget kínál a fiataloknak. Segítjük, támogatjuk őket, számtalan példa van rá, ha csak az én példámat nézem, hogy én is többek között a Honvédségnek köszönhetem azt, hogy ilyen sok lehetőségem volt, annyi helyen megfordulhattam a világban, annyi iskolába járhattam, szerezhettem újabb és újabb képesítéseket. Tehát ez egy nagyon jó lehetőség a fiataloknak. Sok lemondással, nagyon sok megpróbáltatással jár, de egy csodálatos hivatás, és én csak ajánlani tudom a fiataloknak. Az ünnepség zenés műsorszámokkal és sok gratulációval zárult. A gazdaország járás egyik állomásaként János Halmára látogatott Nagy István agrárminiszter, aki Bányai Gábor országgyűlési képviselő meghívására érkezett a bácskai városba. A tárcavezető beszélt a közelgő uniós választás kiemelt jelentőségéről és azokról az intézkedésekről, amelyeket a kormány tett az aszálykárok enyhítésének érdekében. 18 év után látogatott el hivatalban lévő agrárminiszter a minisztérium fenntartásában álló János Halmi mezőgazdasági szakképzőiskolába, Nagy István Bányai Gábor országgyűlési képviselő meghívására a gazda országjáró keretében érkezett térségünkbe. A tárca vezető sajtótájékoztatón beszélt, többek között a közelgő uniós választás mezőgazdaságra gyakorolt hatásáról is. A felzárkózásunkhoz, a nyereséges termeléshez nélkülözhetetlen az Európai Uniós forrásoknak a megérkezése. A közös agrárpolitika számai és az egész metódus most van alakulóban. Rossz hírek érkeznek Brüsszelből, hiszen információink szerint és a javaslat, amit látunk előttünk az asztalon, az azt irányoz elő, hogy az egyes pillérből, tehát a földalapú támogatások 15%-os csökkentése, a kettes pillér, tehát a vidékfejlesztési forrásoknak pedig a 25%-os csökkentése várható. Ez az, amit nem vagyunk hajlandók elfogadni. Ráadásul megdöbbenve olvassuk a sorok között, a migrációt, a bevándorlók letelepedését segítő sorok összegeit is. Az a véleményünk, hogy minden egyes forrás, ami a közös agrárpolitikán belül érkezik a gazdákhoz, annak a gazdáknál van a helye. Minden egyes eurócent és természetesen a nemzeti forrásból jövő forintnak a gazdáknál kell lenni, mert ez az legigazságosabb elosztási forma egész Európa lakosságára nézve. Hiszen ezek a támogatások nagy mértékben befolyásolják az élelmiszeráraknak az alakulását. Tehát nem szeretnénk semmilyen csökkentést a gazdák részéről, hanem azt szeretnénk, hogy terveiket, beruházásaikat tudják megvalósítani, és ezért kiváló élelmiszert tudjanak termelni. Bányai Gábor kiemelte, hogy ennek a régiónak nagyon jók az agrár adottságai. A térségről, ahol a miniszter érkezett, a jelenlévő többsége nagyjából képben van, hisz az alsó kiskunság, a Bácska egyébként természetileg jó adottságú termőföldje, földben gazdag agrár közvetében érkezett a miniszter úr. Itt néha forró hangulat, hisz nem csak az aszályos időszakokban, hanem ugye a térségben jellemző volt a kertészeti árutermelés, amelynek ma jelenleg
komoly gondjai vannak Közép-Európában, közvetlenül a lengyeleknek a túltermelése miatt elsősorban, de ez mellett pedig nagyon komoly gabonatermővidék voltunk, és mindenkinek a sajtó részéről tudnia kell, hogy ez a Bajától Kismarsatart a térség több mint 1 millió ember számára tud alapélelmiszert ellátani, olyan adottságai vannak a itteni termőföldnek és a tájnak. A fórumon népes hallgatóság várta a minisztert. Nagy István kiemelte a kormány aszálykárok enyhítésével kapcsolatos intézkedéseit, döntéseit. Beszélt arról, hogy kitágították az öntözési idényt, amely kezdetét áprilisról márciusra hozták előre, a végét pedig szeptemberről októberre tolták ki. Az öntözési infrastruktúra fejlesztésére pedig 10 esztendőn keresztül évente 17 milliárd forintot hagytak jóvá. Jelentős adóbevételeket hozhat Halasnak, ha megépül a város határába tervezett naperőmű. Az ország egyik legnagyobb ilyen létesítménye lenne a halasi. Legutóbbi tanácskozásokon a képviselők kiemelt fejlesztési területté nyilvánították a beruházás tervezett helyszínét. Halasnak és itt működő vállalkozásnak is van már naperőmű parkja, de ezek eltörpülnek a Keceli út mentén tervezett naperőmű mellett. A város képviselőtestülete a napokban tanácskozott arról, hogy a megvalósítás gyorsítva kiemelt fejlesztési területként kezelje a projektet. Az önkormányzatnak van arra törvény adta lehetősége, hogy egyes projekteket kiemelt fejlesztési terület, illetve kiemelt fejlesztési minősítsen. Ezt a beruházó cég azért kezdeményezte az önkormányzatunknál, mert ilyen esetekben a rendezési terv szükséges módosításra gyorsabb eljárás keretében történhet meg. Tehát, hogyha a képviselőtestület elfogadja az előterjesztés, és ez a beruházás ez az önkormányzat számára kiemelté válik, akkor a cég által finanszírozott rendezési tervmódosítási eljárás veszi kezdetét, aminek a végén rövidebb idő alatt tudnak eredményt elérni, mint hogyha egy rendes rendezési tervmódosítási keretben kellene nekik ezt végigverekedni. A tervezett beruházás 99 hektárnyi területével az ország egyik legnagyobb naperőmű parkját valósítatja meg Halas határában. Ezek a naperőmű parkok, amelyek korábban megvalósultak, ezek százada akkorák, mint amekkoráról most beszélgetünk. Tehát a kiskolnosi önkormányzat tulajdonában lévő fél megawattos nagyságrendű kiserőmű, amely a szennyvíztelep mögött van, ennek a százszorosát kell elképzelni ennek a beruházásnak a keretében. Ez egy hihetetlen nagy szám. És azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon szurkolok személy szerint annak, hogy ez a beruházás mihamarabb elindulhasson, és mihamarabb elindulhasson maga a valódi gazdasági teljesítmény. Ez egy nagyon-nagyon fontos lába lehet az önkormányzatunk gazdaság, Kiskolnos város gazdaságának. A beruházás tervező budapesti székhelyű vállalkozás a térség kedvező adottságait, a sok napsütéses órát szeretné kihasználni, ráadásul a szóban forgó terület mezőgazdasági művelésre nem igen alkalmas. Körülöttünk lévő területek azok alapvetően alacsony aranykoronával bírnak, tehát magyarra fordítva homok. A napsütéses órák száma viszont országos szinten is kiemelkedő és magas. Ezek tehát kedvezővé teszik a településünket és a környékünket arra, hogy hasonló beruházásokat valósítsanak meg nálunk a gazdaság szereplői. Én remélem, hogy itt az első komolyabb beruházást köszönhetjük, és továbbiak követhetik ezt a példát. Igaz az is, hogy már a Démászos alállomásunk talán a határához közelít, és ez talán nehezítheti újabb naperőmű parkok megvalósulását, de ha ez így van, akkor majd kérni fogjuk ennek a fejlesztését. A tanácskozáson Skribenek Zoltán és Farkas Dániel felszólalásukban arra világítottak rá, hogy jelentős iparűzési adóvonzata is lehet a beruházásnak. Ez a naperőmű lenne az egyik legnagyobb adózója a városnak. A képviselők 11 egybehangzó szavazattal támogatták az előterjesztést. Köszönöm szépen. Háromnapos fesztivál a magyar borokért. A Hősök ligetében ma délután Bányai Gábor országgyűlési képviselő és Fülöp Róbert polgármester köszöntőjével megnyílt a 13. halasi borudvar. A látogatókat gasztronómiai élmények, 14 borászat várja, de sörfőzők is bemutatkoznak. Itt lesznek több borvidék nedűi, köztük különlegességek is. A színpadon pedig koncertek sora váltja egymást, de a népzene és a néptánc is hangsúlyt kap.
Pénteken este 8:30-kor a Tárkány művek lép fel, majd a napos oldal zenekarral, utcabállal zárul a nap. Szombaton 17 órakor indulnak a délutáni, esti zenei programok, 19 órakor lép fel a Vivát Bacchus, a Borudvar örökös fellépője, 21 órakor érkezik a színpadra a 10 éves születésnapját ünneplő Five Non Bonds zenekar, a szombati nap a T-Band utcabájával zárul, vasárnap délelőtt 10 órától zenés, táncos, sportos bemutatókat lehet megtekinteni a Hősök ligetében. Idén 115 éves a Kiskunhalasi tűzoltóság, amely ebben az esztendőben elnyerte az év tűzoltóságának járó elismerést. Ebből az alkalomból városunk lehet a házigazdája a megyei Flórián napnak. Szombaton reggel térzene lesz a református templom előtti téren, majd 8:45-től tűzoltójárművek felvonulását lehet megtekinteni a Hősök tere és a Bethlen Gábor tér között. 9 órától kezdődik az ökumenikus Isten tisztelet a református templomban. Immár 5. alkalommal kerül sor a Szabadka-Kiskunhalas kerékpáros, motoros és veterán autós motoros túrára. Népes mezőny várható, amely szombaton délelőtt előreláthatólag 9 óra és 11:30 között halad végig az 53-as főúton a határtól Halasig rendőri felvezetéssel. A közlekedőktől türelmet és figyelmet kérnek a szervezők a főúton és a városon belüli szakaszokon is. A túra résztvevői a tervek szerint szombaton délben érkeznek be a Hősök ligetébe, így itt is nagy forgalom várható, a járművel közlekedőknek célszerű lesz másfelé kerülni. A túrában résztvevő járműveket meg lehet nézni, a borudvari színpadon pedig 3:45-től jó ebédhez szól majd a nóta helyi és környékbeli népdalkörök, illetve citerazenekarok részvételével. A közlekedőktől azt kérik, hogy a visszaúton is figyeljenek a túra résztvevőire. Ne lepődjenek meg, ha vasárnap Halas több pontján is fúvós zenekarokkal találkoznak. 6 zenekar, 250 zenész és 2 mazsorett csoport vesz részt az első kiskunhalasi fúvós zenekari találkozón. Itt lesz a Hódmezővásárhelyi helyőrségi zenekar és a Készenléti rendőrség fúvós zenekara is, a Mórahalmi, Kisteleki, Kiskörösi fúvós zenekarok és a házigazda Halas koncertband. A mazsorettek Kiskörösről és Szabadkáról érkeznek. Ha az időjárás nem szól közbe, vasárnap 10:30-kor a Borudvarban kezdenek a zenészek, 11 órakor a város 5 pontján, a Bocskai utcában, a Kuruc Vitézek terén, az Erdei téren, a Kertvárosban és az Esze Tamás lakótelepen lesznek kis koncertek, 11:30-kor a Borudvar és a Főtér között lesz látványos menetzene, vasárnap 15 órától a Főtéren tartanak közös térzenét, rossz idő esetén a 15 órás koncertet a Bibó István gimnáziumban rendezik meg. Kedves nézőink, most röviden összefoglaljuk, hogy mik voltak a nap legfontosabb témakörei. Benkő Tibor honvédelmi miniszter Halas új díszpolgára a testületi díszülésen ünnepélyes keretek között adták át az elismerést. Az agrárminiszter János Halmán tartott fórumot, Nagy István többek között beszélt az aszálykárok enyhítéséről. Próbálják kihasználni a sok napsütést, az ország egyik legnagyobb naperőmű parkja épülhet Halas határában. Mozgalmas lesz a hétvége, Borudvar, tűzoltó Maján és kerékpáros veterán járműves túra és fúvózenekari találkozó házigazdája a város. Kedves nézőink, ez volt péntek esti hírösszefoglalónk, viszont kérem, hogyha tehetik, maradjanak továbbra is velünk, hiszen jön az időjárás előrejelzés, ezt követően pedig a napi mozaikot láthatják, egy rendhagyó énekórát mutatunk majd meg önöknek 8 percben. Amint azt hallhatták a híradóban, igen sok program lesz az elkövetkező napokban itt Kiskunhalason, a részletes programokat megtalálják weboldalunkon a halasmedia.hu-n, és a hétvégén érdemes lesz folyamatosan figyelni a weboldalunkat, hiszen első kézből onnan értesülhetnek majd azokról az események, amik már megvalósultak a városban. Figyeljék híreinket, fotóinkat, galériáinkat és videóinkat weboldalunkon, friss hírekkel pedig hétfőn este 7 órakor jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is, szép hétvégét kívánok, viszontlátásra!